És maradunk Luxemburgban, ahol délután elkezdődnek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. Közben Kijevből újabb és újabb kérések érkeznek. Volodymyr Zelenszkij legutóbb arra kért engedélyt, hogy nyugati fegyverekkel mélységi támadásokat indíthassanak orosz területek ellen. Oroszország szerint a nyugat a katonai helyzet elmérgesítésén dolgozik, amit az oroszok ultimátumként értelmeznek. Az Európai Unió tegnap szavazott meg újabb 1,4 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, amit Magyarország megkerülésével hagytak jóvá. Szakértők szerint a nyugat lassan a saját érdekeit is teljesen alárendeli Ukrajna támogatásának. Ukrajna arra kéri a nyugati szövetségeseket, hogy engedélyezzék az általuk küldött fegyverekkel Oroszország területének mélységi támadását. Erről írt a The Defense Post. A portál szerint Kijev így hatékonyabban léphetne fel az orosz hadsereg ellen. Volodymyr Zelenszkij vasárnap azt mondta, a nyugatnak tovább kell enyhítenie a nyugati fegyverek használatára vonatkozó tiltásokat. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, Ukrajna elég elszent, hogy az orosz hadsereget orosz területen semmisítse meg, és a nyugati partnerektől is hasonló elszántságot vár el. Az ukrán elnök elsősorban az Egyesült Államoktól vár engedményeket, mert bár Washington nemrég jóvá hagyta, hogy Kijev az amerikai rakétákkal a teljes frontvonal mentén támadjon orosz területeket, viszont az ukrán elnök ennél többet vár. Joe Biden amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nemrég egy 10 évre szóló kétoldalú biztonsági megállapodást is aláírt, ami rögzíti, ha Ukrajnát fenyegetés vagy támadás éri, akkor Kijev és Washington közösen egyeztet a válaszlépésekről. Arról is döntöttek, hogy Ukrajna 50 milliárd dolláros hitelt kap, amit a nyugati országokban befagyasztott orosz vagyon nyereségéből biztosítanak. Ez újabb figyelmeztetés Putyinnak, hogy nem hátrálunk meg, sőt, együtt állunk ki az agresszióval szemben, mondta Joe Biden. Oroszország és Fehér Oroszország elítéli, hogy a nyugat az európai katonai helyzet elmérgesítésén dolgozik, közölte Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter. A nyugat szinte minden lépése Oroszországnak küldött ultimátumként értelmezhető. Az angol nyelvű országok rögtön a konfliktus kitörése után megakadályozták a diplomáciai rendezés lehetőségét, a kijevi rezsimet pedig azóta is fegyveresen támogatják, mondta Szergej Lavrov. Az Európai Unió szorosan követi az Egyesült Államokat, hétfőn az uniós külügyminiszterek találkozóján ugyanis 1,4 milliárd eurót különítettek el a fegyverszállítások finanszírozására. A pénzt a befagyasztott orosz vagyon hasznából biztosítják. Júliusban 1,4 milliárd eurót teszünk elérhetővé, de az év végéig további 1 milliárd eurót küldünk Ukrajnának. Ezeket a pénzeket a légvédelem bővítésére, lőszer utánpótlásra és az ukrán hadipar bővítésére fogjuk fordítani, jelentette ki Josep Borrell. Az Európai Unió országai közül számos kormány hosszú távra készül, hosszú háborúra készül. A döntéssel Magyarország nem értett egyet. A külügyminiszter azt mondta, ezzel az Unió átlép egy vörös vonalat és semmibe veszi az európai szabályokat. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarországot az európai szabályok teljes sútbavágásával kihagyták a döntéshozatalból. Megint csak egy olyan téma, amiben közösen kellene ezeknek a tagállamoknak dönteni. Hétfőn is arra láthattunk példát, ahogy az uniós tagállamok jogait próbálják csorbítani az uniós vezetők, ez pedig felháborító. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt az M1-en. Lajkó Fanni kiemelte, az unió jelenlegi vezetői évek óta a központosításon és a minél több hatalom megszerzésén dolgoznak. Ez nem egy új keletű dolog, mert Ursula von der Leyen is 2019-ben, amikor beiktatták, ő akkor is arról beszélt, hogy ez az egyhangúságot el kell törölni, ami megint csak egy föderális Európai Unió irányába mutat, mert itt arról van szó, hogy a nemzeti érdekeknek a képviseletét próbálják minél inkább elnyomni. Kedden Luxemburgban elkezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, számolt be a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, Kijev rekord gyorsasággal halad a tagság felé.